Törvénytervezetet iktatott ma az RMDS, amely előírja, hogy a jogrend részévé kell tenni a gyulafehérvári nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó részét. A telefonnál Korodi Attila, az RMDS képviselőházi frakció vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Képviselő úr, hatoldalas törvénytervezetről van szó. Én mégis arra kérem, hogy egy percben mondja el, melyek ennek a legfontosabb pontjai. Maga a törvénytervezetnek a szűk jogi környezete az két oldal, és nem tér ki nagyon sok részletekre, hanem alapelveket fogalmaz meg, és ezek melyek. Az, hogy egy nemzeti közösség, úgy, hogy a gyulafehérvári nyilatkozatban bele van foglalva, az igazságszolgáltatásba a saját közösségi tagjaink keresztül is használhassa a nyelvét. Ez azt jelenti, hogy kell alkalmazni a közösség nyelvét beszélő személyeket az igazságügyi rendszer személyzetébe. Az, hogy az oktatás és a kulturális rendszert a kisebbségi törvényen keresztül olyan rendszeré kell fejleszteni, ahol az arányos képviselet és a megfelelő oktatás és kulturális eszközrendszer biztosítva van. Az, hogy a választások pillanatában, ugye az Európa Parlamenti, mint a Román Parlamenti, a helyi közigazgatási választásokkor az arányos nemzeti kisebbségek képviseletét garantálni kell. Az, hogy a közigazgatási rendszerekben, és erre kitér a gyulafehérvári nyilatkozat, meg kell engedni, hogy azokban a megyékben, ahol a kisebbségek számos arányban jelen vannak, valamint történelmi régiókat jelentenek egy-egy megyének a részei vagy a megyék együtt, olyan speciális fejlesztési régiókat alkothatnak ezek a megyék, amelyek speciális autonómia státussal is rendelkezhetnek. Olyan alapelveket fogalmazzon meg, amelyek azért fontosak, mert a gyulafehérvári nyilatkozat egyértelműen fogalmaz, hogy választott kormányzati, önkormányzati rendszerekben, oktatás, kulturális intézményi rendszerekben, valamint igazságszolgáltatásban a kisebbségnek milyen jókat kell megadni. Szándékosan időzítették a tervezet iktatását december 1-e után. Van-e ennek üzenete a többségi nemzet politikusai felé? Van. Azt gondoljuk, hogy ez a tervezetünk egy vitatárgyat kell képezze. Azt gondoljuk, hogy december 1-e nem a magyarok kellett szóljon, és ezért nem akartuk december 1-e előtt letenni, hanem azt gondoljuk, hogy a december 1-én volt olyan román politikus, aki mert a gyulafehérvári nyilatkozat összességéről véleményt formálni, a harmadik bekezdésről is véleményt formálni, akkor itt az ideje, hogy törvénytervezeteken keresztül is azt a gyulafehérvári nyilatkozatot gyakorlatba ültessük, és erről a parlament tárgyilagosan vitázzon. Önök nem csupán a magyar kisebbség nevében kérnek jogokat, hanem minden az országban élő nemzeti kisebbség nevében. Erről egyeztettek a nem magyar nemzeti kisebbségek képviselőivel, vagy magyar akció ez? Házon belül, frakciókon belül volt erről egy vita, és végül úgy döntöttünk, hogy ez a RMDS frakcióknak lesz a kezdeményezése, pont azért, mert sokszor azt érzékeljük, hogy a más őshonos kisebbségek esetében nem érződik már az a fajta igényrendszer, amelynek a jogi számoztatása egészen visszanyúlna a gyulafehérvári december 1-i nyilatkozathoz. Ezért igen, minden kisebbségnek kérjük, mert azt gondoljuk, hogy minden őshonos romániai kisebbség ezt megérdemli, viszont mi a magyar frakció, az RMDS frakció tettük le ezt a kezdeményezést. Képviselő úr, köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre.